Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit szeretne közölni veled, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenetét. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Mi van a környezetében? Itt süt a nap, tehát minden tisztázódik körülötte. Azon kívül vannak nála sikerek, hiszen megvan ez a kisugárzása. És mi az ő gondolata? Itt látható a szerencse, az lehet szép gondolat, lehet egy nyeremény, hiszen megvan ez a fellépése, és tudja azt, hogy minden jóra fordul, szerencséje lesz. Azt is jelenthetik a képek, hogy ő boldog veled, így gondol rád. Az ő érzelmei. Itt megvannak az álmok, a vágyak, az elképzelések, ő álmodik vagy álmodozik rólad. Az is érdekes, hogy a nap és a hold jelenik meg, és a nap szimbolizálhatja az apukáját, a hold pedig az anyukáját is. És mit közöl veled az ő szív üzenete? Itt a háznál az otthonról van szó. Vagy szeretné azt, hogy te meglátogasd őt, vagy ő közeledik hozzád. Az is lehet, hogy szeretne veled valamit kiépíteni, mint például egy stabil párkapcsolatot, vagy szeretne veled összeköltözni. Mi az, amit közölni akar, de nem mondja ki? Hogy itt lesz egy utazás, vagy egy közös nyaralás tervezése, vagy lesznek külföldi kapcsolatok, vagy ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, és úgy érzi, hogy a lelketek összetartozik. De ezt nem mondja ki. És hogy lát téged? A gólya jelenti a változásokat, ő úgy látja, úgy érzi, hogy sok minden megváltozott nálad, vagy a külsőd, vagy a hozzáállásod, vagy valami megváltozott a környezetedben. A gólya gyakran jelent költözködést is, és mivel itt a ház is megjelenik a kivetésnél, lehet, hogy ő tényleg azt szeretné, hogy összeköltözzetek, és úgy lát téged, hogy te erre nyitott vagy. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a lilium virág, jelenti a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, és jelenti a szexuális témákat is. Tehát megvan ez az erotikus vonzalom köztetek, de tiszta érzelmek, tiszta gondolatok is. És ez volt az ő szív üzenete. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!